Könyv mustra című rovatunk következik, mondhatni, így nincs ilyen, de valamilyen most ez jutott eszembe. Olyan vendégünk van, akit szerintem jól ismernek a nézők, de úgy legalább egy órával korábban szokott általában jönni elemezni. Böcskei Balázs, az ide intézet elemzője, szervusz, jó reggelt. És Bezsenyi Tamás kriminológus, szervusztok. Egy könyvről fogunk beszélgetni, a szocializmus bűnbarlangjai, addig bűnözünk, míg Kádár él. Nem egyszerű a cím. Minap jelent meg a kiadvány. Balázs, honnan jött ez a téma? Azt meséld először egy picit. Ugye Tamással a barátságunk arra tekint vissza, hogy megpróbáltuk felfejteni hobbi beszélgetésekbe is azt, hogy ő szakmájából adódóan, én hobbi beszélgetés, hogy ez a 90-es éveknek hogyan alakult ki, a mikéntje, a rendszerváltás sajátossága, átmeneti titkai, amelyek mekkora részvétele volt adott esetben a bűnözői társadalom, mondjuk a bűntársadalomnak a rendszerváltás utáni magyar politikában. A politikai kapitalizmusra is szokás ezt a kifejezést illetni. Mindenki az olajozásra gondol, meg mindenki Stadler Józsefre gondol, mindenki a robbantások körüli nagyobb mediális eseményekből próbálja ezt visszavezetni. Picit aztán ezek a beszélgetések mélyültek, és ahogy mentünk, süllyedtünk el a 90-es évekbe. Meg még visszább az időben, nem? Úgy egyre inkább a 80-as években jártunk, és akkor azt láttuk, hogy... De ez meglepett titeket? Ugye abban az időben elvileg nem volt szervezett bűnözés, nyilván volt, de gyakorlatilag volt, elvileg meg nem volt. Igen, de akkor is azt mondtuk, hogy nem volt a biztonság kedvéért, de persze természetesen volt valami. De amit a Balázs mond, annak ugye az a lényege, hogy innen indultunk, és igazából ahogy beszélgettünk együtt, úgy jöttünk arra rá, meg én úgy inkább próbáltam azt mondani a Balázsnak, hogy nekem nem csak, hogy mániám a Kádár korszak, hanem én is azt gondolom, amit ő, hogy minden ebből indult. És aztán persze így egy kicsit átalakultunk, és a végén olyan lett, mint az idősebbek talán emlékeznek még a ragyog-ragyog csillagomra, amit egyébként ugye két olyan fickó írt, egy Dunszky meg egy Fried, az is ilyen Ilf Petrovi szerzőpáros volt, akik miután 12 évet eltöltöttek Szibériába, utána már volt valami fajta rálátásuk, és megpróbáltak arról beszélni, hogy amikor a vörösök, a fehérek éppen, vagy az anarchisták jönnek az orosz polgárháború idején, akkor mennyire nem lehet azzal foglalkozni, amit szeretnének a művészettel. Mi meg azzal, hogy éppen jön most forradalom, vagy éppen rendszerváltás, vagy éppen gazdasági modernizáció, az mindig újra teremtette azokat a kereteket, amelyekben ezeknek a bűnözőknek élni volt kényszerű. Bezsenyi Tamás kriminológusként lehet mondja, a szakmai részét tette hozzá, Balázs pedig elemzőként, hogy mennyire jól működött ez a kapcsolat köztetek, vagy hogy egyáltalán hogy működött az egész? Ezek részben podcaston rögzített beszélgetések is, nem? Tehát a könyvnek jelentős része tulajdonképpen ezeknek a riportoknak a leírt változata. Hát igazából csak az első kettő, mert utána már nagyon szakszerűen belementünk. Oda jutottam az olvasásban, egy este nem volt több elég. Hát egyrésztről a Tangó és Cash, ugye podcastunk adta az egésznek az ötletét, ugye ez a 24.hu-n futó világszerte ismert podcastról beszélünk, és az adta az apropót, de csak egy beszélgetés az úgynevezett presztízsügy, illetve a Los Angeles-i magyar maffia, ez a kettő beszélgetés, nem véletlenül, hogy ez a kettő úgy kicsit egymás után van említve, hiszen ha valahol a hálózatosodás modell lesz, akkor ez a két ügy kapcsán, azok áttemelések, de utána belementünk olyan bűncselekményekbe, vagy olyan esetekbe, amik kevésbé ismertek, vagy tipikusak, egyrészt foglalkozik különfejezet a betörőkkel, ez azért fontos, mert az a fajta szereplő gárda a 90-es években visszatér, vagy éppenséggel azoknak a hagymának, nem is a magja, de a külső héjai újra szereplőként jelen vannak, nem véletlenül attól, hogy ők már működtettek egyszerűen egy hálózatot, tudtak csinálni bűntársadalmat, és a 90-es években ezt a know-how-t nem kellett megtanulni. De van itt szó a szép művészeti képrablás esetéről, emberöléses bűncselekményekről, postarablásokról. Van ebben kriminológia, kriminalisztika, és van benne társadalom történet is, mert ezek a bűnök, ezek a társadalomba beágyazottan történtek, nem a légtérben. Miből dolgoztatok? Milyen forrásokból? Egyáltalán mennyit tudunk ebből? Hát egyrészt... Nekem vannak emlékeim a galeri társadalomból, hogy akkoriban még csak az volt a bűnözői szinten. Foglalkoztunk vele. Szabó László a Kékfényben, ugye nagyon érdekes sztorikat mesél. Mennyit tudunk? Van a, nem tudom, most hirtelen eszembe jut a Bebukottak, a Kágy, vagy Moldova, mondjuk az elég megosztó könyv,
könyve, a bűn az élet. Igen. Bűn az élet, igen. Tehát, hogy mihez nyúltatok? Ez csak azért egy része, mert hogy vannak itt a levéltári források is, én korábban még a rendőrtisztin is tanítottam, és például ott is volt egy csomó olyan anyag, amit így emiatt meg tudtam nézni, meg igazából alapvetően a belügyi érdekszférában senki nem nagyon szeret általában kutakodni, vagy felszokták 10 évente ismerni ugyanazt a könyvet, vagy szakirodalmat, és akkor azt olyan újdonság erejével hatóan eladják. Úgyhogy igazából, ha valakinek egy ebihalnál hosszabb a memóriája, akkor már azért nagyon könnyen a rendelkezésre állnak források, és nagyon könnyű el is érni ezeket. Innen nézve meg inkább nem is annak volt szerintem a legnagyobb tétje, hanem inkább az, hogy értelmesen és könnyen érthetően el lehessen magyarázni mondjuk akár darabolásos emberügyeket, és hogyha már akkor Szabó László, akkor valóban ilyen értelemben egy kicsit grófarankáztunk, aki még emlékszik, hogy a Szabó László féle kékfényre, azt tudja, hogy grófaranka rendőrszázados, aztán eljutott az alezredesi rendfokozatig, ugye ő volt az, aki mindig elemezte és segítette Szabó László kérdéseire adott valami fajta választ, és hát ez a grófarankázás, ez megmarad. Ez érdekes dolog egyébként, hogyha azt mondjuk, hogy manapság ez már nyíltan kezelt dolog, vagy egy teljesen közkeletű dolog, de akkoriban nem feltétlenül volt az nyilvánvaló, hogy az információ milyen érték, és ugye most itt a különböző bűnügyektől eltekintve, talán a rendszerváltásban azért is volt jelentős szerep, és ezt is leleplezitek a bűnözői köröknek, mert ugye jelentős információ áramlás és ezzel kapcsolatos háttér, besugók, stb. Dolgoztak, és ezek azért nagyon alá dolgoztak, és befolyásolták mondjuk úgy a rendszerváltás azután éveket. Hát ugye nekem ez ilyen álmatlan éjszakákat okozott, mikor elolvastam az egyik a Bodnár György, a későbbi szaknévsorosnak a történetét. Egy nem túlságosan jó sikerült könyv, a úgynevezett Focicsalók, és utána pedig Várszegi Gábornak a meggazdagodással kapcsolatos még heti válaszos könyvet. Én akkor azt a két éjjel nem tudtam aludni, már csak azért is, mert azt a kérdést... Talán most, hogy a Tamás nem nevetett volna, könnyebb lett volna, mert ugye azt a kérdést tettem fel magamnak, hogy kik csinálták a rendszerváltást. És akkor ez az egyik, ami persze kicsit költői, meg ilyen spleen értelmiségi eskedő kérdés, de hogy a könyv egyik kulcsfejezete az, hogy pont a betörők esetén, vagy éppenséggel a Los Angeles-i magyar maffia esetén az állambiztonságnak és a rendőrségnek mennyire nem volt közös érdeke. Tehát amikor azt gondol... Várjál, mi nem volt közös érdek? Tehát mondjuk azokról a típusú bűnökről beszélsz, amiről mondjuk az állambiztonság pontosan tudott. És védte a... De nem lépett közbe? Igen, vagy azért, mert információra volt neki szüksége, tehát már beütöttek voltak az elkövetők, vagy egyszerűen a szervezeti, hogy is mondjam, együttneműködési hajlandóságnak a megerősítése, tehát effektíve szervezeti konfliktusról van szó, léhaság, tehát geopolitikai szempontok, tehát ez olyan szempont, ami nagyon távol volt, és akkor mi Kádár nosztalgiázunk, és akkor a Kádár rendszer alatt is van egy bűntársadalom, és alatta van egy bűntársadalommal való együttműködés. És még egy dolog, hogy miből dolgoztunk, egyrészt a Tamásnak van egy pincé, amelynek nem fogjuk megmondani, hogy hol találtok a városban, mert ott vannak ezek a bizonyos leselejtezett, vagy befújt papírok. De emellett azokat néztétek át. Igen. Tehát, de is vissza is jöttünk a pincéből, ez is egy nagy szó. És emellett egyébként, ha valaki megnézi a korabeli irodalmat, akkor a rendszerváltás idejét egy ilyen bizonyos BTK és KFT-k, amelyek hirtelenyiben jöttek létre, pillanatok alatt könyvkiadásban lettek érdekeltek, vagy magánkiadásban, és egyébként 30-40 ezres példányszámban mentek el ezek a könyvek, tehát óvatatlanul is volt a társadalomnak egyfajta titok iránti igénye és megismerési vágya. Óriási érték lett az információ. És hozzá kell tenni, hogy ezek minőségi könyvek, tehát ezek nem lehet azt mondani, hogy is mondjam, van egy újságíró, aki egymás, nem akarom bírálni, mert pont egyébként dolgoztunk belőle is, aki ezt követően nagyon sok sorozatot írt a társadalom különböző szintereiről, hanem ezek tényleg jól megdolgozott könyvek, és hogy is mondjam, ez adva volt, és amikor mi titkokat keresünk, akkor ma már nyilván az átlátszó, meg a Direkt 36-on keresünk az információkat, nekünk sokkal inkább össze kell fésülnünk korabeli folyóiratokat, ezt a pinceanyagot, és egyébként meglévő könyveket. Köszönjük, hogy itt voltatok. Még egyszer a címet mondjuk el. A szocializmus bűnbarlangjai, addig bűnözünk még, Kádár él című könyvről beszélgettünk. Böcskei Balázs és Bezsenyi Tamással beszélgettünk. Köszönjük szépen. Köszönjük.